Köszöntök még egyszer mindenkit. Az első videóról szeretnék igazából egy kis használati utasítást mondani, mert igazából láttam, hogy sok embernek az jött le, amit nem is sorálok persze, hogy csak káromkodtam. Hát igazából megmondom nektek őszintén, hogy azért aki már ideje nézi a magyar focit, mint én, és lelkére veszi, amit mondtam is, hogy akit nem érdekel, az persze, hogy nem beszél csúnyán, mert az hánya veti ember, és nem foglalkozik. És most megígérem, nem fogok ebbe a videóba csúnyán megpróbál megtartani, beszélni, egy csúnya szót sem számoltjátok, nem fogok mondani. Szóval az igazság, hogy itt némely ember ebbe kapaszkodott bele, amit én jól tudtam. Mondom, én már rutinos vagyok, én minden, még a gondolatukat is tudom. Ebbe kapaszkodtak bele, hogy jaj, hát én milyen alpár, meg csúnyán beszéltem. Érdekes, ilyenkor az lelki világotok, ugye, hogy milyen finom, ugye, hogy milyen kifinomult. Elmondom neked, én amióta a nemzeti sport megvan, a csak foci vagy pepsi foci, tök minden nekem. Én azóta nézem a fórumokat, hát én tegnap megnéztem a gyakadémiát, meg a pápát, az ilyen izékat, ilyen, na mindegy, és akkor írtátok, hát a második sor mi volt, anyázás. Úgyhogy engem nehogy már kiottassanak, így hogy beszélek. Mi meg ilyet ír valamelyik, hogy nyelvtanórát ad. Nyugodtan. Esetleg angolból adhatsz egy kicsit, mert azt nem jól beszélem, de nem kell itt nyelvtanóra, elmondom neked. Figyelj, ha te ideges voltál már, ennyi a véleményem. Ha meg nem, akkor jó, neked cserélnék veled. Ennyi a véleményem. Ideges voltam, persze, hogy mondjátok, hogy nem össze. Azért én megnéztem, visszanéztem a videómat, elég jól elmondtam a lényeget. Most sipoljátok ki valamivel. Meg lehet a modern technikába, vágjátok meg, sipoljátok ki, ha tetszik, sipoljátok ki, attól még igazat mondtam. Mondom el, én már felkészülök minden kommentre, meg minden, én tudom jól, hogy mi van. Tehát nem kell nekem kioktatni. Meg egyes emberek, ilyet szól az egyik, hogy rám küldi a kis Fokót, meg a Torgelles Sanyit. Azt a kurva. Na, egyik tartott ülésztén, nem mondok csúnyát. Na, most tényleg nem fogok már többet. Az a lényeg itt, hogy mi az, hogy rám küldi? Én nem is értem, nem is mondok semmit. Neked is a lényeg jött le, apám. Ez a lényeg. Mi van most? Július, azt sem tudom, mi van. 20, meg tudom én. És nincs magyar csapat az európai kupába. Édesapám, ez itt a lényeg, te. Ez itt a lényeg. Ez fog föl. Aztán csak ezért megy ki némelyik, hogy balhézzon meg, ezért, hogy leigyja magát. Ez fog föl, te? Ezeket izébb a... Nagyon úgy mondtam, hogy a rohadt életben. Nem megy ez nekem, úgy nézni. Nem. Tényleg nem fogok most már csúnyán beszélni. Az a lényeg, hogy... De viszont egyet nézzük meg. Most összeszedett vagyok? Akkor kérdezem, aki nyelvtan tanár. Mert sokan voltatok nyelvtan tanár. Összeszedett vagyok? Nézd. Most nyugodtan elmondom neked. Miről beszélsz? Én... most nem tudom tényleg mit akartam, most belekeveredtem ebbe. Mit akartam kihozni az egészből, hogy annyi hülyeséget mondanak, hogy nem tudok elválasztani. Na ez a lényeg még. Én már ráfaragtam többször, tudom milyenek, én nem vagyok blogger, de most már kénytelen vagyok. Én videóban azért válaszoltam itt sok embernek, mert na mindegy. Szóval nem vagyok blogger, de mondom, Tóni Barna az Isten, meg így kívülről tudom már a nevüket. A nemzeti sporton, hidd el nekem, tudom a kommentelők nevét, úgyhogy nekem nem kell kioktatás, ott anyázzátok egymást, és még én vagyok az alpári, úgyhogy nem kell. Tudok, ja igen, megvan, mit akartam mondani, hogy igen, csak egy dolog van, hogy én nekem több arcom van. Én az az ember is én vagyok, aki előbb ott beszélt tegnap nektek, meg ez is én vagyok. És az is igazat mondott, és ez is igazat mond. Ennyi. Úgyhogy tudok ilyen is lenni, olyan, amilyen az ország szintje az első videóban volt, tudok ilyen is lenni, összeszedett meg kultúrát. Hát akkor miről beszélünk? Pontosan erről beszélek. Hát nem én vagyok a balkáni, hanem az ország. Ezen kéne elgondolkodni, hogy mi minden megy rosszul. Hát minden rosszul megy, mert nem fogtok össze, meg jaj, de jó, hogy kiesett a Győr, meg egymást vakítjátok, meg szidjátok. Mi az, hogy kiesett? Mindenki kiesett, nem értitek föl? Megy az NB1, bazd meg. Meg a fas... majdnem mondtam megint valamit. Ez megy, nem értitek? Ha kit érdekel,
az ilyen akadémia, hát erről beszéltem, hát én mondom, hogyan mondjam neked? Nem tudom erre mit mondani. Régen még ott volt a Grund, ott tanultak meg focizni. Nincs ilyen, hogy akadémia, hát mondom, ez ugyanaz, mint az iskola. Én azt mondom neked, tudod, mit tanít meg? Az élet. Az életben tanultak meg emberek lenni. És ez az a lényeg, hogy sok ember azt hitte, hogy én majd így beszélek, leminősít. Nem minősített le, az az ember is jobb, aki az első videóban beszél nálatok, meg ez is, aki most. Tudom jól, hogy így van, és engem nem tudtok kioktatni, tudom jól, hogy igazam van. Kommentek meg nem fogok válaszolni, ne aggódja. Ja, hát arra nem is beszélve, hogy némelyik honvéd szurkol mit megengedett. Hát igen, végülis én voltam a hülye, mert hát odasábban a stílusba kellett volna, de az a lényeg, hogy mamám kinti WC-hez hasonlítottam egyes stadionokat. És ez a honvéd szurkoló jött nekem, hogy fulladjak bele abba a kinti WC-be. Hát köszönöm szépen. Csak az az igazság, hogy elfelejtetted, hogy mamám már nem él. Úgyhogy ennyi, még egy halott ember se tartotok tiszteletbe. De ezt nem is kellett volna elmondanom, mert nem szívesen teszem, de mindegy. Szóval ezek vagytok ti magyarok. Ezen kéne inkább elgondolkozni, hogy kit meg mit tartotok tiszteletbe, mert én már úgy látom, hogy semmit, meg senkit. Ezért fáj ez szívem. Nem is érdekel a foci, se komolyan nem. Nem érdekel, most olyan ürességet érzek. Nem fontos ez, de az egymást már tiszteljétek. Nem érdekel. A legtöbben nekem mondják, ez csak egy játék. Akkor meg miről beszéltek? Akkor meg nem kéne gyilkolni egymást, és örülni egymás. Nem tudom. Hát én még egy vicceset is mondjak, mert akkor nem lenne értelme a videónak. Megyek így lenne a nemzeti sporton, megyek így törgetem le. Erre sport felett nagyon kedvenc oldalam. Ilyet ír, Shakira és Piqué havajon élvezte a nyaralást. Hát mi is élvezzük nagyon, mi is élvezzük a nyaralást. Csak azok most rudalnak ott, minket meg már megrudaltak már rég az Európában, egész Európa megrudalt minket, mondom. Jaj, de nagy hír, hogy ezek ott rudalnak. Jó van, hát most így helyezem ki maga, nem mondtam csúnyát, mondtam. De ez csak a vicc része volt, hogy legyen értelme ennek a videónak is, de én gyakorlatilag egy használt utasításnak szántam, hogy aki látja, hát ki tudja, még lehet, hogy lesz videóm, hogyha így faladnak a dolgok, lehet, hogy lesznek. De én egy használt utasításnak szánom, hogy nehogy azt higgyétek, hogy az én, hogy vagy az is én vagyok, igen, de ez is én vagyok, így is tudok beszélni, nem kell engem kiszúrni a szememet ezzel. Ha neki valakinek ez jött le, gratulálok. Ja, meg az, akit mondok ilyen vigyis, meg ilyet szó, hogy ja, hát ugye, amit mondtam, hogy a Sanyival megverek. Hát, én nem tudom, szóval az is lehet, hogyha találkoznék vele életben, egy rossz szót nem tudnék mondani, mert én nem vagyok egy rossz ember. Biztos, hogy elszégyelném magam, de az a lényeg, hogy nincs igazam. Könyörgöm, ti is azon az oldalon vagytok, vagy nem, hát akkor meg miről beszélek? Az igazságot védem. Értitek már? Az igazságot. Az, hogy magyarok meg minden, hogy tartsatok össze, mert ezt látom, hát az életben ezt tapasztalom. Mindenhol csak nem értitek, mit mondok. És akkor ilyeneket írnak ide. Meg hogy a cingár fasz, te 40 kilós fasz, mit ugatsz? Én bocsánat, hogy csúnyán beszéltem, ez most csak idézet volt. Ilyet ír, ez mi? Én elmondtam, lehet, hogy némelyiknek a rudja nincs olyan vastagabb, mint az én kezem. Hol érdekel? Hát rabónából gordozott. Miről beszéltek? Úgyhogy én nekem ne úgy bemutassátok a focit. Nem kell így nekem bemutatni. De a viccet félretével én is erre a szintre süllyedtem, hogy itt már csak ilyen blog. Nem vagyok blogger, mondom. De pár dolog már nyomta el, hogy ezt el kellett mondja. Hát ez a videó meg azért van, hogy sok ember látom, hogy nem azt sikerült levenni, ami a lényeg. Egyébként nagyon sokan egyetértettek azok. Na egyébként sok minden elmondtam már a jó embereknek, meg akik egyetértenek, átlátják, meg akik egy hajóban egyszerre és egy irányba eveznek, azoknak meg nagyon szépen köszönöm, és tényleg kitartást, ha valami gondotok van is, bármi az életre, csak kitartást tudok mondani nektek. Komolyan, de nem is az a lényeg, hogy magyar, mert én itt olyan nacionalistákat néztem fel, hogy jó, hogy magyar. Nem az a lényeg, hogy magyar, nem magyar, figyelj, hogy milyen ember vagy. És higgyétek el, sok embernél, akik ilyet kommentelnek, ja, és én vagyok az altár, ilyet ír nekem, az szokásos komment,
hogy folytál volna le apád lábát. Akkor meg miről beszélsz? Te oktatsz ki engem, hogy én vagyok az apád, közben ijedve is. Én még ilyet sem mondtam neked. Mondtam a focistákra, hogy folytak volna le. Mondtam ilyet. Ennyi. Én még szebben beszéltem, mint ti elmondom ahhoz képest. Ilyen alpárikat beírtok. Na ez az alpári. Mert én senkinek a halálát, meg a nem megszületését, meg a mit tudom, elvetetését nem kívánom. Ennyi. Akkor meg ki az alpári? Szerintem ti. Na, úgyhogy erről is ennyit. Ezen meg gondolkozzatok el a stíluson. Ez a stílus, hogy valaki ilyen szír, hogy egy zsebkendőre kerüljön, vagy értitek, mit mondok? Ez gusztustán, tényleg ez undorító. Én ebbe bele se tudok gondolni, értitek, az egészbe, hogy magába abban a mondatban, undorító. Na ez tényleg képtelen. Na én meg ilyeneket nem tudok felfogni. Az, hogy valaki ingerül, mert szeret valamit, és elmondja a véleményét, hát bocsánat, hogy érek, akkor is elmondom az igazat. Szóval nem érdekel. És ez az igazság. Ezzel kell egyet érteni. Hát könyörgöm, hogy lehet ilyet mondani? Na ez még engem jobban felháborít. Nem. De mondom még egyszer, nem érdekel egy komment, nem fogok visszaírni. Ott is igazat mondtam, itt is. Tehát, most ez nagyon nagy képű lesz, de ez olyan, mint a Biblia. Nincs belejavítani való. Igazság, igazság. Mit javítasz bele? Én nekem se tud. Egyet tudsz nekem mondani. Hogy sajnálom, hogy ez az egy ember sajnos igazat beszél. Mert azt jelenti, hogy ez itt tartunk. Mert ez az ember sajnos igazat mond. Csak ezt tudjátok mondani, mert ez az igazság. Kész. Most már még azt se tudjátok mondani, most nincs igazán beszéltem. Most mit? Öt nyelven beszélek? Vagy még mit kell? Mi kéne, hogy elhiggyétek? Úgyhogy ennyi. Igazából ez csak egy ilyen használati utasítás akart lenni, most abszolút nem is a foci. Ennyi. Úgyhogy igazából nem hiszem, hogy ehhez már nagyon hozzá tudok még tenni. Úgyhogy ezt is nézegessék. Ja, még valami nézegessétek. Ez a baj. Hogy valaki végig sem nézi a videót, erről beszéltem, hogy elbújj színekre, szemellenzővel. Könyörgöm, aki nem nézi meg, legalább ne oltogasson. Ha aki megnézi, az se. Nem érdekel, mondom, én egy véleménnyel se fogok már foglalkozni. Nyugodtan. Nem érdekel. Ilyen véleményekkel folytál volna, ilyenekkel nem tudok foglalkozni, mert ez gusztustalan. És még én vagyok az alpári, ugye? Még egyszer mondom, tegnap láttam én színelezeték gyakadémiának, na, néztem ott a hozzászólásokat, három sort nem mentem le, olyan Isten káromlás meg anyázás ment, hogy még engem is elszomorított, pedig aztán tényleg. Akkor meg miről beszéltek, és én vagyok az alpár, úgyhogy gratulálok, mondom, ilyet nem, én ilyeneket nem akarok olvasni, mert semmi értelme, mert ott is fölmentek, és ez van ott. Akkor meg, és akkor még én vagyok az alpár. Úgyhogy ilyen fórumokban is benne vagyok, nem szoktam egyébként, nem foglalkozok, még egyszer mondom már. Évekig nem láttam. Én Málta után, amikor kigattunk, megnéztem, szép hozzászólások voltak ott, azért ott lelkileg ott egyensúlyba találtam. De mindegy, igazából tény, hogy azért ott vannak csúnya dolgok. Hát olyan anyázások mennek, én például kitanyáztam. Jó, kicsúszott a számon, de nem az a hangsúlya, meg nem az a lényeg, érted? Nem az anyák. Én senkit nem mondtam, hogy mit tudom én, amiket írtatok, hogy anyád ütött volna fejre, meg ezek olyan indorító dolgok. Na ez már szépen tényleg, na ez a balkániság, ez a böszmeség. Nem az, amit én csinálok, mert én csak elmondom az igazat. Úgyhogy most én kultúrát is voltam. És ez az igazság, ezen gondolkozzatok el, fogjatok össze, például vele. Álljatok mellé, mert tudom, hogy igazam van, és nem szívni kell. Meg nyugodtan szíthattok is, inkább engem, mint hozzátartozónak. De nem érdekes, hogy szittok. Tudom akkor is, magabiztos, nem vagyok az általában az életben, de most az vagyok, mert tudom, hogy igazam van. Nem érdekel, mit mondtok. Úgyhogy nagyon sok szeretettel, aki normális ember, minden jót, élvezzétek még a nyaralást, ha pecások vagytok, fogjatok halat, DJ-t vagytok, hallgassátok a zenéket. Ennyi, viccet félretéve. Úgyhogy csak jót tudok kívánni. Aki meg az jön le, ami lejön, gondolkozzon el. Úgyhogy igazából nyugodtan el lehet gondolkozni azon, amit mondtam. Ez egy ilyen használt üsdesítésszerű volt. Na, úgyhogy mindenkinek szép napot, és ezt most komolyan mondom.